Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Csikung tábor résztvevőit, illetve meghívott vendégeinket. Örülök, hogy ennyien eljöttetek. És szeretnék az energia és a tudatosság kapcsolatáról beszélni egyben. Megköszönöm Dani igen kitűnő bevezetőjét, mert ezzel a figyelemmel nagyon sok mindent tudunk kezdeni. Hogyha a Word programot merjük a tálcába belesajtolni, és a gondolkodásunkat nem követni, akkor úgy látjuk a világot, ahogy az valójában van. Ha ez a látás megszilárdult, akkor akár ki is nyithatjuk a Word programot, mert nem fogjuk a szavakkal összetéveszteni a valóságot. Tehát megjelölhetjük nyugodtan a szavakkal a valóságot. Adhatunk neveket a formáknak. De ebből nem következik, hogy azonosítjuk a valóságot a nevekkel. Javaslok egy csikung gyakorlatot. Itt fogsz egy lencsét, akkor érzed a lélegzetet figyelésével, hogy a két tenyered között úgy valami van. Ez a faállásnál is van, egyéb gyakorlatoknál is van, de amikor a szívcsakra előtt itt van a kezed egy lencsében, akkor nagyon érdekes érzés lesz, és hogyha mondjuk belégzésre kicsit széthúzod és kilégzésre összetolod, nagyon érdekes ilyen erőteret, hőt vagy valami hasonlót érzékelsz, és ezt vezetőtök segítségével, Tamással ki is lehet próbálni, ha már eddig esetleg nem történt volna meg. Az igazi játék akkor kezdődik, amikor nem csak a saját tenyereidet érzékeled, hanem mondjuk szembeállsz két másik emberrel. És kinyújtod a kezedet így, és mindegyik ember kinyújtja a jobb és bal kezét feléd, és így szépen megy a lánc tovább. És ajánlom, hogy figyeld meg azt a teret, azt a minőséget, ami így a partnerek és közted van. És hogyha jól figyelsz, akkor meglátod, hogy nincs két ugyanolyan energia, mert nincs két ugyanolyan karma, és nincs két ugyanolyan tudatosság. És amilyen minőségű a tudatod, amilyen tartalommal bír a lelked, pontosan azt fogod érezni, és azt fogod adni. Tehát ugyanúgy szűröd oda, mint vissza. Viszont aki veled szemben áll, az ugyanezt csinálja. Tehát érezheted azt, hogy ez az energia a tenyerek között néha nagyon erősen pulzál, mint egy magas frekvenciájú rezgés. Néha ilyen lusta, nyugodt, lomha, le, föl. Néha száraz, néha forró, néha nedves, néha hideg, néha gyors, néha lassú. És az embernek úgy felmerül, hogy ezek az érzések miért merülnek fel? Azért, mert más a karmánk. Más a lélektartalmunk. Másképp látjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Más gondolatokkal, érzelmekkel bírunk. Másképp cselekszünk és beszélünk mindenki a saját maga módján. De van valami, amely mindeközben tiszta marad. És ez az, amit úgy hallottunk a bevezetőben, hogy ami csak figyel. És ez a figyelő, ez a tiszta tükör, ez nem rendelkezik eredetileg önazonossággal, mert ez az igazi önvalónk. Ez az egyik nagy paradoxon, amivel meg kell birkóznunk, hogy az önazonosság az mindig önképhez vezet, és ezzel nincs semmi baj. Csak ne tévesszük vele össze magunkat, ahogy a szavakkal ne tévesszük össze a jelenségeket. A zen a nem tudható tapasztalására irányul. És amikor ez a nem tudható nyilvánvalóvá válik, akkor látsz igazán tisztán, hallasz igazán tisztán, és érzékeled a másik embert igazán tisztán. Ezt az érzékelést hívjuk ilyenségnek. A zenben négyféle ilyenséget különböztettünk meg, de csak azért, hogy elszórakoztassuk egymást és a világot ezzel, valójában egy sincs. Tehát az ilyenségről fogok beszélni. Az első az ilyenség hiánya. Az ilyenség hiánya az pontosan azokban a létezőkben mutatkozik meg, akiknek nincs tudatuk, amelyeknek nincs tudatuk. Tehát a hegynek, a folyónak, a földnek, az égnek nincs önazonosság problémája. Nem merül fel, hogy ő más lehetne, mint ami. Nem akar a dualitástól megszabadulni. Nem szenved, nem akarja elérni a nirvánát, nincs élet és halál tudata. Keletkezés és megszűnés tudata. Tehát nem merül fel a probléma, mert nincs dualisztikus tudatosság. Tehát az ilyenség, mint fogalom sem merül fel. Ezt azért kell tudnunk, mert ugye a taoizmus és buddhizmus találkozásából kialakult zen
pontosan a természethez való visszatérést tanítja, de nem pusztán az erdei létet, vagy akkor lakjál sátorban, vagy csak táplálkozzál harmatvízzel, vagy csak a madarakénekét hallgasd. Ez romantikus, szép és jó, de egy idő után nem lehet csinálni. Azért, mert emberek vagyunk, van tudatosságunk, sőt, van dolgunk, valamiért megszülettünk, sőt, valakiért megszülettünk. Ha van tudatod, és elkezdtél gondolkodni, akkor elkerülhetetlenül ellentétekre szabdalt fogalmakban látod a világot. Egyszerűen azért, mert ez a rendszer, szoftver és hardver, test és lélek, ilyen. És itt jön az, hogy nem rossz, nem jó, ilyen. Tehát ahol van fekete, ott van fehér, ahol van magas, ott van alacsony, és a többi, és a többi. De ha látod, hogy ezeket a saját szövegszerkesztőt gondolta ki, ezeket a fogalmakat, akkor azt is látod, hogy ez a bot ez nem rövid vagy hosszú, ez ilyen. A repülőgép, amely most elmegy, nem zavaró vagy segítő, épp ott hangzik, és elmegy. Mert ami jött, az el is megy. Ahhoz, hogy ezt a dualisztikus gondolkodást meghaladd, és visszalépj a tiszta tudatba, ahhoz az egyéválás ilyenségét kell tapasztalni, ez a második féle ilyenség. Amikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra nincs gondolkodás. A zennek az a célja, hogy ezt az eredeti, tiszta tudatot tapasztald. Ekkor lesz olyan, mint a tér, mint a tükör, ekkor lát tisztán, hall tisztán, cselekszik és beszél tisztán. Tehát a harmadik féle ilyenség az az igazság ilyensége. Az égkék, a fűzöld, több tucat ember ül előttem, és a negyedik pedig a cselekvés vagy a működés ilyensége. Tehát, ha éhes vagy, eszel, ha más éhes, enni adsz neki. Ha szomjas vagy, iszol, ha más szomjas, inni adsz neki. És ha megnézed, így a négyféle ilyenség felöleli az életünket, a halálunkat, a teljes működésünket, tehát az első az ilyenség nélküliség, a második az egyéválás, a lényeg ilyensége, a harmadik az igazság ilyensége, és a negyedik a működés ilyensége. És így minden teljes. Hogyha valaki grafikusan szeretné ugyanezt, akkor a zenkört legyen szíves megnézni. Ott egy kicsikét más fogalmakkal és plusz anyaggal egyaránt, de nagyon hasonló dolgot fog tapasztalni. Tehát benne lesz az egyéválás ilyensége, benne lesz az igazság ilyensége. A házi feladat az, hogy mely fokon lesz ott. Hogyha van kérdésetek az zengyakorlatot illetően, a meditáció és az energia kapcsolatát illetően, a csikung és a zen kapcsolatát illetően, akkor itt az idő, kérdezzetek. Azt olvastam több helyen, meg hallottam mindenféle buddhizmussal kapcsolatos előadásokon, hogy a tudatállapot és a testhelyzet az gyakorlatilag azonos a zen meditációban, tehát hogy Buddha megvilágosodása az egyenlő volt azzal a pozícióval, ahogy ő ült, miközben megvilágosodott. És hogyha tudnánk úgy ülni, ahogy ő ült, akkor mi is megvilágosodnánk abban a pillanatban. Unmun Zen mester kilépett az árnyékszékről, és valaki megkérdezte. Mi a Buddha? Száraz szaraboton, mondta Unmun. Ehhez milyen testhelyzet kellett? Ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, testben és testen kívül, álomban és ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Oké? Okay? Köszönöm. Egyéb kérdés? Hogyan tudom a vágyaimat a megvilágosodás szolgálatába állítani? Sehogy. Akkor miért vannak vágyak az életben? Mit akarsz elérni az életben? A megvilágosodást. Na, ahhoz pont nem a vágy kell, hanem az, ahonnan a vágy jön. Honnan jönnek a vágyak? Attól függ, milyen fajta vágyakról beszélünk. Nem. Teljesen mindegy, milyen fajta vágyakról beszélünk. Honnan jönnek a vágyak? Ha megtalálod azt, hogy honnan jönnek a vágyak, akkor vissza tudod hozni a tudatot a nem mozdulóba, a nem keletkezőbe és nem szűnőbe. És akkor
hogyha megszűnik a megvilágosodás akarása, és a tudat teljesen kisimul, és megszűnik az az én, amely a megvilágosodást akarja, de közben a szenvedés teremti, akkor felébredsz. Egyetlen vágy sem szolgálja a megvilágosodást. És egyetlen vágy sincs a megvilágosodás ellen. Köszönöm. Nincs mit. Egyéb kérdés. Beszéltél az elején az energiák érzékeléséről, és ma nem véletlenül több fronton is szembe jött velem az a gondolati kör, vagy az a megtapasztalás, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik látszólag véletlenül, de tudjuk, hogy nem véletlenül, bekerülnek az életünk egyes mozzanataiba, de érzékelünk olyan energiákat, amiket az ilyenség tudatunkkal még úgy fogalmazunk, hogy negatív. Ugye van több lehetőségünk, egyrészt azt mondjuk, hogy ezzel az emberrel nem szeretném, hogy dolgom legyen, illetve nem szeretnék sokáig a környezetében tartózkodni, mert azt érzem, hogy akár energiavámpír formájában, hogy leszívna. Másfelől meg, amikor ettől az énség tudattól hátrébb tudok lépni, és azt tudom mondani, hogy csak tapasztalom és látom, hogy ő ilyen, akkor felmerülhet az a kérdés, hogy mit hoz ő elém. Miért veszem észre, vagy miért kerül a terembe. Én valami olyasmire szeretnék rákérdezni, hogy ezeknek a jelenségeknek, vagy ezeknek az embereknek a valamilyen energiáját, ha érzékelem, akkor a velük való feladatom, vagy a velük való teendőm, az mindig fel kell vállalnom, vagy mondhatom azt, hogy most köszönöm, egy kicsit hátrébb húzódom, és nem. Óvatos vagy. Ez azt mutatja, hogy már nagyon sok ilyen emberrel találkoztál. Pár dolgot szeretnék az egyszerűség kedvéért így nyilvánvalóvá tenni. Az első az, hogyha pozitív fókuszt adsz ennek az embernek, elkezdett hirtelen szeretni, akkor még több energiát kap, és még inkább megmarad a teredben. Ha negatív fókuszt adsz neki, és nem szereted, és ellátod negatív jelzőkkel, akkor is még inkább megmarad a teredben. Egyszerűen azért, mert a tudatodat ráfókuszáltad. Energiát adtál neki is. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy hideget, meleget, jót vagy rosszat, ezzel megkötötted. Minden dualisztikus tapasztalás, amivel azonosulunk, kötés. Minden tapasztalás, amelyből kivonjuk a dualisztikus címkéket, és úgy látjuk, ahogy van, megszabadulás. Nincs eredeti feladat. Az igazi kérdés az, hogy ha te ezzel az emberrel vagy emberekkel kölcsönhatsz és együttműködsz, milyen irányba mész, mivé válsz, kivé válsz, mit beszélsz, mit teszel, hogy gondolkodsz, mit érzel. És ebből kiderül, hogy ezek az emberek attól függetlenül, hogy szereted-e őket vagy sem, vagy ők szeretnek-e téged vagy sem, segítenek-e az utadon, avagy sem. Ezért kell az irányvételt nagyon jól megválasztani. Mit akarsz elérni, milyen irányban akarsz menni. Ez a mi műfajunkban rendkívül egyszerű. Érd el a felébredést, és segíts másoknak megszabadulni a szenvedéstől. És megnézed, hogy az az ember, akit te szeretsz, vagy nem szeretsz, az segíti-e ezt az irányt, vagy sem. A legnagyobb démon is tanítóvá válik, ha ebbe a pillanatba visszahoz. De ne kövesd a démont, mert akkor a pokolra jutsz. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Elégséges a csikung gyakorlatok végzése, vagy idővel valami más is ajánlott, hogy megfelelő úton haladjak? Ezen a hétvégén elégséges. Jó, köszönöm. Teljesen rajtad múlik. A csikung egy teljes értékű hagyomány. Ha a céljaidnak ez megfelel, és érzed, hogy testileg, tudatilag tisztulsz, nem kell bonyolítani, nem kell semmiféle hibridet vagy egyebet létrehozni. Én a teljes értékű hagyományokat szeretem és engedem ide, azokat látjuk vendégül, akiknek jó követhető hagyományvonala, érvényes tanítói kinevezése és megfelelő magatartása van, amely a közösségen belül és a templomhoz viszonyítva is érvényesül. Innentől kezdve te érzed azt, hogy a céljaidnak megfelele az a módszer, amit éppen követsz. Nincs jó vagy rossz hagyomány.
De vannak célok, amelyek hagyományoként bizony különbözőek. És hogyha te nem oda akarsz jutni, ahová éppen mész, akkor érzed, hogy nem vagy a helyeden. Ez nem a hagyomány vagy a módszer problémája. Ez az önismeret hiánya, amely nem jön könnyen, tudjuk. Tehát kipróbáljuk magunkat számos környezetben, és ahol úgy érzed, hogy megbízol a tanításban, kapcsolódsz a tanítóhoz, és be tudsz illeszkedni a tanítványi közösségbe, ott van a helyed. Csináld. Kell, gyakorol, jó lesz. Köszönöm. Hogyan tudjuk megtalálni a céljainkat? Tehát, hogy oké, hogy valahova el akarunk jutni, meg valamilyen úton, de hogyha nincsen cél, akkor az elég nehéz. Mit szeretnél elérni ebben az életben? Ez volna a kérdés. Szerintem most pont pályaválasztás környékén vagy, és ez azért fölmerülhet jogosan. Javaslok egy képzelő gyakorlatot, egy imaginációt, amely a zenben egyáltalán nem szokványos, de most neked egy különlegeset szeretnék. Rohanj előre egy egész Szaturnusz ciklust, mondjuk a 29,5 évet, amikor már hogy elhagyja a születési jegyét. Képzeld el Mátét egy egész Szaturnusz ciklussal idősebben. Milyen környezetben látod magad? Kikkel látod együtt magad? Mit csinálsz aznap? Mit csináltál előző nap? Mit fogsz csinálni következő nap? Milyen avatárt látsz magadban? Ki vagy te akkor? Engedd, hogy ez megszilárduljon. Benne lesz az egész pályaválasztási tanácsod, de úgy, ahogy van. Jó? Az a bot, az honnan van, és milyen fából van? Egy fáról származik. Na. Barna színű. Le van kerekítve a két vége. Bütykös. Pácsó zenmester azt mondta, ha van botod, adok neked egyet. Ha nincs botod, elveszem azt tőled. Ha ott lennél, hogyan válaszolnál? Ha valaki kereső és Magyarországra születik, hogy adódik az, hogy mondjuk nem talál Magyarországon egy teljes hagyományvonalat? Létezik-e egyáltalán Magyarországon teljes hagyományvonal? Jó hírem van, nagyon sok teljes értékű, autentikus hagyományvonal van Magyarországon. Érdekes, hogy Kelet-Közép-Európának ebben a szegletében négyzetkilométerenként a legmagasabb arányú a hagyományvonalaknak a száma keletről, nyugatról, mindenhonnan. Rendkívül érdekes nép vagyunk. Aki keres, az megtalálja. És hogyha úgy látja, hogy vándorol hagyományvonalról, hagyományvonalra, tanítótól tanítóig, és valahol semmit nem talál magához illőnek, akkor előbb-utóbb rájön, hogy saját magával van a baj. Tehát túlságosan sokat szűr, túlságosan sok erős a választó tudata. Azt akarja, hogy a neki tetsző hagyomány legyen. Az a tanító, aki olyan jókat mond. Vagy az a tanítás, amelyik ugyan nyugis. Meg az a közösség, aki mindenki olyan cool. Én elfogadok, meg mindenki olyan kedves. Ez nem életszerű. Magyarországon minden jelen van. Én hálás vagyok azért, hogy a darmával itt Magyarországon találkoztam több ízváltozatban. Szungszen zenmesterrel is Magyarországon találkoztam. Azóta, 90-es évek, kinyílt minden, mint a lótusz. Úgyhogy csak az nem találja, aki nem akarja megkeresni. Úgy értettem, hogy magyar származású hagyományvonal. Milyen olyan hagyományvonal magyar származású, nem tudtad? Ha nálunk van a föld szívcsakrája. Szerencsére igazi önvalló tapasztalata nem függ a nemzetiségtől. Tehát lássuk a csoportkarmánkat, lássuk azt, hogy hova születtünk. Értékeljük azt, hogy József Attilát és Hanvas Bélát eredetiben olvassuk, de ne ragaszkodjunk ehhez, mint végső valóságban, akkor kalodába zár. Inkább nyissuk ki a lelkünket, nyissuk ki a szellemünket. Tapasztaljuk meg, hogy mi az, ami ezen még túl van, és általánosabban emberi. Ez nem az identitásod elvesztésével jár, sem egyéni, sem családi, sem nemzetiségi szinten, hanem valahol egy bölcsebb, teljesebb megértéssel jár. Az, aki egy kicsit távolabbról megnézi, hogy hová született, kinek született, kik közé született, nem veszíti el az identitását, sőt, jobban látja, és jobban tudja használni. Nem azonosul vele,
de elfogadja, és ha kell, szétszedi, ha kell, összerakja. Úgyhogy ha így kreatív és relatív nézőpontból nézzük, akkor semmilyen identitás nem teher, csak még nem ismerted meg elég jól. Még nem láttad meg, hogy miből van összerakva, tehát nem tudod, hogy te miből vagy összerakva. És ha nem vesszük birtokba ezt az életet, és nem vállaljuk el azt, akik vagyunk, akkor azon nyomban önvédelem, hárítás, képmutatás és egyéb lesz a reakció. Úgyhogy meg kell ismernünk azt, hogy miért jöttünk ide. Miért vettük fel ezt a testet? Miért néz ki úgy az arcunk, ahogy kinéz, és miért olyan a szemünk, amilyen? És miért azok a szüleink, akik? Mi az a karma, ami idehozott minket ebbe a környezetbe, ebbe a nemzetbe, erre a földrészre? És meglátod azt, hogy tényleg mi a közös bennünk, mint család, mint nemzet, Európa. Mit jelent ez? És hogyha ezen merünk túlmenni, és onnan visszanézni, akkor nem csak jobban látjuk ezt, hanem megszűnik az illúzió mindezzel kapcsolatban, és nagyjából ettől félünk a legjobban. Tehát ha mersz a realitással szembenézni, ha látod az ok és okozat működését az egyén, a párkapcsolat, a család és a csoport szintjén, ez a négy nagy karmikus réteg van, akkor bizonyára kevesebb szenvedést fogsz termelni, és több boldogságot fogsz adni másoknak és magadnak egyaránt. Mert a látásból ez következik. Az ember egy nagyon megjósolható lény. Tehát szenvedéskerülő és boldogságkereső. Szeretet igényes és félelemre hajlamos. Tehát ezek az egyenesek, hogy mit akarunk és mitől menekülünk, ez annyira kirajzolja, hogy valójában kik vagyunk. Ezzel szembe kell nézni. És ezt azért érdemes elvállalni, mert az időt nem tudjuk visszaforgatni. Akkor is úton járunk az élet és a halál mesdjéjén, a születéstől az elmúlásig, ha szembenézünk vele, és akkor is, ha nem. Ha mersz választani, akkor utad van. Ha elszenveded az életet, akkor csak sorsod. Ezért fontos meglátni az identitásunkat mind a négy szinten. És mind a négy szintet elvállalni, és mind a négy szintet meghaladni. És akkor leszünk igaz emberek. Azért én csak rákérdezek itt a csikung és a zen kapcsolatára. Meg arra, hogy ez egyébként különbözik-e mondjuk a jóga és a zen kapcsolatától, vagy más hagyományvonal és a zen kapcsolatától. Persze, nagyon különbözik. A jóga és a zen kapcsolatát egy ilyen kis curry szósszal szoktuk leönteni. A csikungét és a zent egy ilyen kis rizses, zöldséges ragúval felszolgáljuk. Nem elég? Szóval az a szerencse, hogy itt ülünk hagyományvonalak garmadáján, és az igazi jelentése és értéke ezeknek a hagyományvonalaknak pontosan az a tudati változás és energetikai változás, amely bekövetkezik a gyakorlás által. Önmagukban ezek a hagyományok nem rosszak, nem jók, nem értékesek vagy értéktelenek, de az érték, amit realizálsz, az az, hogy milyen tudattal mész innen ki. Mi a különbség a között, aki bejövetelkor voltál, elmenetelkor vagy. Ez az értéke és értelme az egésznek. És gondold el, milyen egyszerű ez egy autómosó esetében. Látod az egészet, ugye? Bemész oda, sorba állsz, azt mondod, ötös program, kis borra való a keréktisztításra. És akkor fogják is az autódat, ledörgölik először ilyen nagy magas nyomású kis nyelessel, utána pedig be a szikszalagra, és akkor átszállít téged egyik helyről a másikra. Különböző vízpermetek, samponok, pörgőkefék, szárítók és egyebek. És az eredmény az az, hogy kigördül az autó gyönyörű nanoviasszal a tetején, tisztán, egyebek. Az autó esetében nagyon világos. Az a jármű, amely mi vagyunk, az egy sokkal komplexebb és sokkal több felülettel bíró valami, mint egy egyszerű alváz. És nagyon érdekes az, hogy milyen gyorsan újra termeljük azt a karmikus szutykot,
aminek a lemosásáért ide bejöttünk. És mindenki tapasztalhatta, hogy elvégzel nagyon haladó energiagyakorlatokat, és olyan jól érzed magad, hogy nem egy korona csakrád nyílt ki, hanem egyszerre kettő. Fantasztikus, és feeling, és egyéválás, és mindenkinek fényes a szeme, és az étel még soha nem ízlett ennyire, és az a madárdal te. Hát a Mozart ahhoz képest egy szólam. Tehát borzasztó. És utána kimész, környezetben a karmád visszaírja ezt az energetikát a régi görcsökké, megszokottságá, depresszió, mánia, stb. És akkor kiderül, hogy amilyen gyönyörűek az energiagyakorlatok és a meditációs gyakorlatok, mert nehogy azt hitt, hogy nagyon más, hogyha megszokottságaid visszatérnek, és a környezet újra hajlamosít, ezt szeretem ezt a szót, ezt most hallottam először, tehát akkor a régi tudatmintázatok visszajönnek, ugyanazokat a programokat nyitott ki a számítógépeden, és ugyanolyan fizikai tüneteket produkálsz pillanatok alatt, és akkor azt mondja, hogy jaj. De addigra már tudod, hogy ezt nem foghatod senkire. Senki nem foghatja másra a saját karmáját. Tehát amit te mondasz, teszel, érzel és gondolsz, az csak a te műved. Nehogy azt hidd, hogy ezt a környezet hozza ki belőled. Ne reagálj a környezetedre. Cselekedj helyesen, beszélj helyesen, gondolkodj és érezz helyesen. És akkor minden működik. Működik a jóga, működik a csikung, működik a zen, működik a tibeti, a téraváda, minden helyesen működik, mert felvetted a helyes irányt, és mész. És akkor minden szolgálja ezt, mert te is szolgálsz valami nagyobbat, mint te vagy. De ha ez nincs meg, akkor ránk ég a kabát, akkor az eszközrendszerben hirtelen hibát találunk, mert nem vagyunk olyan boldogok, mint tegnap. Ez infantilizmus. Tehát, hogyha a tudatosság szépen emelkedik, a dualizmus csökken, az ilyenség élmény, az megszilárdul, a tudat nem mozdul, de mégis cselekszel, akkor valami olyan minőségemelkedés történik, amelyben bízhatsz, amelyre számíthatsz, és az összes karmikus hánytorgásod, hullámvasutazásod, a pokolbéli színuszgörbék, azok mind elkezdenek valami nagyobbat szolgálni. Ezt hívjuk bodhiszattva útnak, ha nem csak magadért gyakorolsz. Gyakorolhatsz a párodért, a családodért, a nemzetedért, az összes emberért, minden érző lényért, az egész kozmoszért, felajánlhatod a gyakorlat erényeit másoknak. Ezzel olyan körfolyamatokat indítunk el, és olyan egyenesek mentén haladunk egyszerre, amelyek az emberiséget tényleg kivezetik a szenvedésből, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az elmúlt pár ezer évben nem nagyon sikerült. És az elmúlt 100 évben pedig különösen sokat rontottunk. És az emberiség csoportkarmája, mint 7,3 milliárd fő és pörög a számláló, az egyre rosszabb. Nem, kérem szépen, intenzív kurzus van. Elképesztő tanulási folyamat van, és egyre jobban visszajelez fődanyánk a rajta lévő emberpalántáknak, hogy hibáztok. Folyamatosan a nem személyesült intelligencia, amely a természet, ezer nyelven mondja, hogy mit csinálunk, csak mi nem halljuk meg. Nem vagyunk hajlandóak figyelni. Összetévesztjük a valóságot a szavakkal. Behelyettesítjük az illúziót a realitás helyére. Azt hiszük, hogy az ideánk a bölcsesség, és az énségünk az a max, ameddig el kell menni. És pontosan ezért van az, hogy egy idő után bármely hagyományvonalat gyakorod, rájössz, hogy mindegy, hogy mi az, csak csinál legalább 10 évig, és akkor lesz belőle valami. Miért? Mert attól te, mint illúzió gyűjtemény, kevesebb leszel. És itt van az a jó hír, hogy az egoitás nem egy entitás. Nem a testedben vagy a lelkedben van az a csúnya rossz ego, hogy vérrel aláírta a szerződést. Az áradékot akkor se olvastál. Tehát amikor ez van, akkor kiderül, hogy az egoitás nem entitás, ez egy hozzáállás, az egy mentalitás. Hogyha lenne egy ilyen létező bennünk, akkor bemennél a műtőbe, kivágnák belőled lézerrel, betennék a kukába, és hirtelen buddhaként kisétálnál a kórházból. Hát ez nem történik meg.
Ne gondold, hogy az egoitás, ez egy ilyen külön entitás benne, hogy Úristen, Úristen, hol van ez a rossz? Ez egy hozzáállás. A tudatunk által teremtett illúzió, aminek akkora realitást tulajdonítunk, hogy külön buddhák, krisztusok, laocék és egyéb nagy tanítók kellnek, hogy kirobbantsanak bennünket ebből a nagyon szenvedésteli, de megszokott komfortzónából. És ezért van az, hogy az énség eredetileg nem létezik. Igazi önvalód sosem született. Ez az anátman vagy anattá tana. Azért érdekes ez, mert hogyha az illúzió attribútumait felszámolod, akkor eltűnik az illúzió maga. Tehát, hogyha valami olyan, mint a tehén, úgy szól, mint a tehén, úgy jár, mint a tehén, úgy meg lehet fejni, mint a tehenet, olyan büdös a trágyája, mint a tehén trágyá, akkor az tehén. De hogyha kivonod, hogy nem olyan, mint a tehén, mert nem úgy jár, mint a tehén, nem úgy fejhető, mint a tehén, nem úgy bőg, mint a tehén, és nem olyan büdös a trágy, akkor az nem tehén. De nincs önálló léte. Egy teremtett valami. És hogyha nem teremted meg, akkor nincs. Ha megteremted, akkor van. Köszönöm, még lehet egy kiegészítő kérdésem? Úgy drágább, de lehet. Mi van akkor, hogyha elkezdjük így mixelgetni ezeket a hagyományokat? Nagyon sokszor, amikor egy hagyományvonal elkezdene működni, és tényleg úgy mélyebbre menni, akkor azt mondjuk így, állj, itt valami probléma van. Leástam 40 métert, és végre víz jön föl a kútból, probléma. Kihúzom a fúrószelet, és megint lefúrok valahol szebb a táj, és akkor lefúrok megint, és hogyha följön a vízon, kicsit jobban megismerem magam. Vagy elkezd a komfortzónának a fala, a mátrix egy kicsikét rezegni, meglátod a lefutó kódokat, és elrohansz. Vagy hozzákeversz valamit. Egy kicsikét egzotikusabb legyen, jobb legyen, kényelmesebb legyen, fényesebb legyen, eladhatóbb legyen, stb. Akkor ez a mixelés, ez elképesztően hátrányos. Kontraproduktív. Minden hagyomány teljes. Én azt javaslom, mert ugye kíváncsiak vagyunk, és nem csak egyfélét szeretnénk enni, a mai kaja azért az gyönyörű volt, nagyon finom volt, de ma is többfélét ettünk. Tehát legyen egy alfa hagyomány, ahol tényleg úgy érzed, hogy menedéket kapsz. Az a tanító, akit először hívsz, hogyha gubanc van. Az a tanítás, amit először emelsz le a polcról, hogyha tényleg egy kicsiket az alapokhoz, a kezdőszellemhez vissza akarsz menni. És utána nyugodtan érdeklődj, és nyugodtan tégy látogatást hegyen, völgyön, külföldön, Magyarországon, ismerd meg, és asszimiláld, fogadd be, transformáld, tisztítsd ki, amit akarsz, de ne keverd az alfával. És akkor minden oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Hogy mennyire van a személyiségünknek felelőssége? Értem ezt úgy, hogy vagyok én, mint Király Kati most ebben a testben, itt a Földön. Ez reklám volt. Igen. Folytasd. Kicsit annak a kérdésköre is, hogy van-e szabad akarat, vagy sem. Schopenhauer. Üzletközpont, Schopenhauer. Ott van az az üzlet, ahol a szabad akaratot árusítják. Igen. Most mit akarták kérdezni, látod? Az a személyiség, amivel azonosítom magamat, de közben meg, minthogyha így tudnám, hogy nem ez az igaz valóm, hogy van-e tényleges felelőssége, vagy igazából ez egy program, amit lefuttatok, és meg kell éljem, hogy most ez itt egy, nem tudom, ez egy finomabb falat, ez meg egy kevésbé finomabb, és hogy megyek, és egyszer majd meghalok, vagy hogy nincs lefektetve a sors, és inkább út van, és igenis nagy a felelőssége a személyiségnek, akivel azonosítom magamat. Ez a többszörös absztrakció luxusa. Ja. A metarétegek topzódása. Ja. Egy olyasféle konstruktív gondolkodás, amely önmagát tételezi. A válaszom ugyanúgy nem ér semmit. Mint az a gondolkodás, ami ezt a kérdést létrehozta. Térj vissza ide. Térj vissza a madárdalhoz. Térj vissza a közösen végzett csikung gyakorlathoz. És a személyiség önképeinek ez a hánytorgása, ez elmúlik.
Ez így, ahogy van, amennyire intelligens, annyira illuzórikus. Nem te vagy felesleges. Ez a gondolkodás az. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szünyim, kérlek, beszélj nekünk a titkokról. Kellenek-e titkok az életünkben? Már elmondtam az összeset. Az igazi titok, hát az nem szólal meg, ne viccelj. Miért kérdezted ezt? Magas labda, tessék leütni. Azért kérdeztem, mert úgy érzem, hogy vannak azok az állapotok, a saját életemről beszélek, amikor én mennék valamerre előre, de még én magam sem látom ennek a rejtekeit, miközben együtt élek valakivel, akár párkapcsolatban, akár egy közösségben, ezek a dolgok úgy érzem, hogy sokszor még nem megoszthatók. Vagyis titkok. És a magam számára viszont fontos őket megélni, de azt látom, hogy a körülöttem levők viszont nehezen kezelik. Azokat a titkokat, amelyeket csak te tudsz, és igen, ők nem. Ezek a titkok. Figyeled ezt a gyönyörűséges terméketlen paradoxont, amit idehoztál? Tehát a körülötted lévők, legyen az párkapcsolat vagy közösség, nehezen kezelik azokat a titkokat, amelyeket csak te tudsz, de ők nem. Bocsánat, arról, tehát érzéseik vannak, tehát energetika van. Nyilván azt látják, hogy van valami olyasmi, amiben nincs belelátásuk, de mégis ott történik valami. Tehát ugye az a kérdés, hogy ezek... Bocsánat. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a titok és az elhallgatásos hazugság azonos vagy különböző. Ezt magadnak meg kell válaszolni. Az, hogy te megtartasz magadnak valamit, az a szíved joga. Minden felnőtt embernek vannak titkai, gyermekeknek is. De ha ez kiszivárog a környezetbe és ráutaló magatartás és stb., akkor ez elhallgatásos hazugságá, képmutatásá, dupla, tripla egzisztenciává válik. Egy igazi titok az nem szivárog ki. Az csak a tiéd. És élned kell vele. Mert úgy döntöttél, hogy megteremted azt a karmát, és nem kommunikálod ki a világba. Minden múlandó, az a burok, amit a titok köré tettél, az is. Kölcsönösen függésben élünk egymással. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk egy párkapcsolatban túl sokáig tudná valamit titkolni a másik elől. És a másik, ami a tökéletlenség vagy elégtelenség, az pedig az, hogy egy idő után a tökéletes bűntény lesz a legnagyobb bűntudat. A legnagyobb titok, amit tökéletesen őrzöl, attól akarsz a legjobban megszabadulni, mert a tiéd és csak a tiéd, és ezzel már nem tudsz, vagy nem akarsz együtt élni, és akkor nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, és egyszer csak robban. A titok pontosan ugyanolyan, mint bármilyen más karma, és ezért kell megnézni, hogy ez egy érő dolog, tehát nézd meg, nem mindent kell rögtön közölni. Mindenek megvan a maga ideje és helyzete. Megfelelő helyzetben, megfelelő kapcsolatban, megfelelő időzítéssel kommunikálunk, és ez a felnőtt dolog. Megtalálsz egy olyan vállat, akin sírhatsz, megtalálsz egy olyan fülkét, ahol gyónhatsz, megtalálsz egy olyan embert, aki megért, akivel megoszthatod ezt a terhet, és úgy tűnik, hogy akkor megkönnyebbülsz. És kiderül, hogy kiszivárgott a titkod, de nem könnyebbültél meg tőle. Attól, hogyha nem termeled újra, attól igen. Hogyha nem követed el azt, amit utána később titokban kell tartani, akár szóval, tettel, gondolattal és érzelemmel, akkor felnőtt módon viszonyultál hozzá. És ez nem azt jelenti, hogy most mindent mindenkinek elmondunk, az teljesen felesleges. Nézd meg, hogy egy adott kapcsolattípusra mi tartozik. Egy párkapcsolatban mit osztasz meg a másikkal? Egy családban mit osztasz meg a másikkal? Egy csoportban mit osztasz meg a másikkal, és mit fogadsz el a másiktól? Mert az ugyanaz, hogy nem akarsz titokhordozóvá válni, hogyha valaki elkezd neked beszélni feleslegesen. Jó? Úgyhogy óvatosan bánjunk a titok teremtéssel és a titokhordozással.
mások ilyesféle terhének az átvételével, mert nem könnyítesz rajta, magadon viszont nehezíthetsz. És van egy olyan mozdulat, amikor a meditációban visszatérsz a gondolkodás elé, és a nyolc tudat egyike sem determinál, sem az, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolattal megcímzel, gondolattal megkülönböztetsz, és amire emlékszel. És akkor tudod magad leválasztani erről a titok rétegről. És akkor minden nyilvánvaló, anélkül, hogy beszélni kellene róla. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, Tamástól a megtisztelő felkérést, Danielnak a bevezetőt és mindannyiótok kérdéseit és jelenlétét. Köszönöm a figyelmet!